Ahogy gondolom, a képeken már láttátok, a busz begördült, azaz megérkezett az aranycsapat a Hősök terére! Segítsetek nekem abban, hogy a színpadra szólítsam azokat a srácokat, akik két héten keresztül folyamatosan küzdöttek, harcoltak értünk, akik talpra állítottak egy nemzetet. A kapuban az örök ifjú Mackó Gatyás! Király! 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 Gyere, Gabi! Ha bármi gond lett volna a kapuban, ott volt mögötte, biztos pontként, biztos támaszként, a Fradi kiválósága Bibusz! Éles! Bibusz! Éles! Bibusz! Éles! És természetesen ott volt a csapattal a Leipzig kiválósága Gulácsi! Gulácsi! Éles! Gulácsi! Éles! És akkor jöjjön a védősor. Pályára lépett az MTK kiválósága. Bese! 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 Gyere, Barnabás! És úgy egy újabb kőkemény védő a Puskás Akadémiából. Fiola! Attila! Fiola! Attila! Fiola! Attila! És akinek a nevét az egész világ megjegyezte, ami népszerű Guzmong, Guzmics! Fiala! Guzmics! Fiala! Guzmics! Fiala! És az elnyűhetetlen, a nem is tudom, hány ezer éve válogatott, Juhász! Fiala! Juhász! Fiala! Juhász! Egy újabb kőkemény hátvéd következik. Kádár! 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 Gyere, Tomi! Egy kiváló debreceni védővel megyünk tovább. Korhut! 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 És aki a szívét, lelkét a pályára tette, akinek nem volt elveszett labdája, Lang! 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 Szép lassan, de elérkezünk a középpályára, arra a középpályára, ami valami elképesztő jól teljesített. Hatossal lépett pályára a diósgyőriek kiválósága. Elek! Ákos! Elek! Ákos! Elek! Ákos! És Ákos nem egyedül érkezik. Most egy fiatal embert szeretnék a színpadra szólítani, aki megjárta Angliát, aztán hazatért, hogy bajnok legyen a Fradival, és hazatért, hogy az Európa-bajnokságon fantasztikus teljesítmény nyújtva segítse a magyar labdarúgó válogatottat. Gera! Zoltán! Gera! Zoltán! Gera! Zoltán!
Stork valósággal csodát tett a csapattal. Rengeteg olyan húzása volt, amit sokan talán kritizáltak, sokan talán nem is értettek. Az egyik ilyen volt a következő fiatalember, aki valami fantasztikus teljesítményt nyújtva hozzásegített minket ahhoz, hogy egyáltalán ott lehessünk az Európa-bajnokságon. Szerintem már mindenki tudja, hogy ki következik. Klein Hensler! Klein Hensler! Klein Hensler! Lacika! Egy újabb kiváló középpályásunk, aki nagyon-nagyon aktívan kivette a részét mind a védekezésből, mind a támadásépítésből. Lovrencsics! 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 Gyere, Geri! Egy ifjú játékos, aki pár évvel ezelőtt még majdhogy nem abba hagyta a labdarúgást. Aztán volt egy kis külföldi kitérő, jött a Ferencváros bajnoki cím, kupagyőzelem, válogatottság, és most már kihagyhatatlan alapember! Nagy! Ádám! Nagy! Ádám! Nagy! És még mindig a középpálya, mert még vannak ketten, akik középről segítették a csapatot. Az egyikük szintén egy kiválóság. Pintér! 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 És a középpályáról utoljára, de nem utolsó sorban egy olyan fiatalember, akinek a gólját most már elneveztük, most már így hívják a kommentátorok, hogy bestíberezte. Tehát Stíber! 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 És most jönnek a támadók, akiknek olyan sok helyzetet és olyan sok gólt köszönhetünk. Ki gondolta volna, hogy ez a válogatott, akit mi nagyon szerettünk, mert remekül védekezett, ez gólt is tud lőni, nemhogy tud lőni. 6 góllal Wales mellett mi voltunk a csoportkör legeredményesebb csapata. Egy úriember, akit szerintem mindenki nagyon-nagyon szeret. Még az is, aki nem fradista. Mert egy szerethető nagy mackó. Böde! 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 És most jön egy fiatal játékos, aki abszolút a jövő embere. Annak ellenére, hogy már megjárta Amerikát, több külföldi csapatot. Annak ellenére, hogy a kora még bőven azt mutatja, hogy sok van benne. Már most hihetetlen érett játékot bemutatott. A Bece nevét is mindenki ismeri. Némo! Jöjjön tehát Német! Krisztián! Német! Krisztián! Német! És most jöjjön a lengyel bajnokság egyik legnagyobb sztárja, csapatunk erőssége, a csatársor kiválósága, Nikolić! 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 Ismét egy külföldön szereplő kiválóságunk.
Slovan Bratislava ékje. Priskin! Tomás! Priskin! Tomás! Priskin! Tomás! És van egy úriember, akinek nagyon sok kérdőjelet tettünk a neve mellé. Sokan ezért szerintem elnézést kell is, hogy kérjünk tőle, hiszen neki köszönhetjük, hogy beindult valami kint a franciaországi Európa-bajnokságon. Ő szerezte a csapat első gólját. Szalai! 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 Van még egy játékos. A csapat kapitánya, aki ezen az Európa-bajnokságon a csoportkörök alatt két gólt szerzett, akinek a szabadrugásait szinte a világon minden kapus gyűlöli és kutatja. Az úriembert úgy hívják, hetes számmal játszva, Dzsudzsák! 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 Na de ennek a csapatnak nem csak kapitánya, hanem szövetségi kapitánya is van és volt, és szerencsére lesz is. Az urat pedig úgy hívják, Bernd Stoll! Bernd Stoll! Bernd Kérem Dzsudzsit, hogy segítsen nekem, hiszen nálam kizárólag a 23 játékos és a vezető szövetségi kapitányunk neve szerepel, de hát azért a stábhoz még nagyon sokan tartoznak, nagyon sok embernek köszönhetjük ezt a fantasztikus sikert, úgyhogy arra kérlek titeket, hogy segítsenek nekem a segédedzők, pályaedzők, gyúrók, masszőr, mindenki jöjjön fel a színpadra, hiszen mindenki megérdemli a tapsot. Andreas Möller, Szélesi Zoltán, Olanek Zoltán, Olga Gyerke, Tömő Attila, Fejér József, Viktor Moore, Kérsedi Nábor, Reinhard Bölt, a legnagyobb szertáros, Egyesi Laci Bál, Gabor Schult, Bence! Doktorok! Zoltán! És masszőr! Egyrészt nagyon sokat vártatok. Nem csak arra, hogy a magyar labdarúgó válogatott az Európa-bajnokságon ilyen kiválóan szerepeljen, hanem arra is, hogy megérkezzenek Magyarországra. Viszont azt is be kell látnunk, hogy ők is nagyon rég látták már a szeretteiket, ezért viszonylag rövid után szeretnénk őket elengedni, de egy pár kérdést mindenféleképpen szeretnénk nekik feltenni. Elsőként a csapatkapitányt kérdezném, hogy vajon a magyarországi hangulatról, vajon arról, hogy mit tettetek ti az országgal, arról értesültetek-e a mérkőzések előtt, alatt és után? Először is üdvözlök mindenkit. Dolog, hogy rögtön azzal kezdeném, hogy nélkületek biztos, hogy nem sikerült volna. Ami fergeteges pozitív energiát és biztatást és nagyon sok videót és nagyon sok üzenetet és nagyon-nagyon sok szurkolást kaptunk tőletek. Úgyhogy nagyon remélem, hogy büszkék vagytok ránk és azt kaptátok, amit vártátok. Hogy nem vagyunk elég hálások nektek ahhoz, hogy
ilyen hangulatot és ilyen fatalt is teremtettetek itt nekünk. Mi meg annak külön örülünk, hogy a futballunkkal sikerült összekovácsolnunk ezt a nemzetet, és többek között ennyien, de ettől még többen voltatok az elmúlt két hetekben itt, és azt mondom, Magyarország a legnagyobb ország lett. Valószínűleg még sokan és sokféleképpen próbálják megfejteni a csodát, hogy mi történt ezzel a magyar labdarúgó válogatottal, akit valljunk be őszintén kicsit féltve engedtünk el az Európa-bajnokságra. Nektek sikerült már megfejteni, hogy mitől változott meg egyszerre minden, mitől lett ez egy bátor, önbizalommal teli, győzelemre törő, egészen más jellegű és fajtájú focit játszó válogatott, mint az, akit egy kicsit féltettünk, az, aki általában az X-re hajtott, és az a csapat, amelyik talán nem is jutott volna ki az Európa-bajnokságra. Most az EB után már azt kell mondjuk, hogy nem, hogy kijutottunk, hanem abszolút jogosan voltunk ott nektek köszönhetően, de ez az kellett, hogy egy egészen más focit mutassatok be. Mi történt veletek? Azt mondom, hogy a felkészülés az nagyon-nagyon jól sikerült, és igazából amit mi hangoztattunk, hogy nekünk örülünk, hogy összejött, és ez egy nagyon nagy ajándék, hogy Magyarországot meg a csapatot megajándékozhattuk azzal, hogy hosszú után kijutottunk az EB-re, és minden meccset szerettünk volna élvezni. Nagyon sajnáljuk, hogy a tegnapi nap folyamán is az utolsó benyomás az az, hogy a támadó futballunknak egy, azt mondom, hogy kicsit veszett lesz a vége, de akkor is nyerni szerettünk volna, és köszönjük szépen, hogy büszkék lehetünk, és büszkék lettek. Volt időtök már egy picit értékelni ezt a fantasztikus sikert? Volt időtök már egy picit szórakozni? Nem, hát szórakozni most a repülőn szórakoztunk. Igazából még fel sem fogjuk, hogy mi történik, hogy mennyi ember szerette meg ismét a labdarúgást, és mennyien kovácsolódtunk együtt össze. Úgyhogy én azt mondom, hogy egy pár nap, mire a csapatban ez lenyugszik, hogy mit is hajtottunk végre. És amit mi szeretnénk kérni, meg amiben nagyon reménykedünk, hogy az nem egy hétre, két hétre szólt, hanem innentől kezdve ez a pozitív energia ez az egész országra kihat, és minden napunk így lesz. Köszönöm szépen, és akkor most megkérem Bernstorffot, segítsen nekem. Segítesz tolmácsolni, vagy feltetem németül a kérdést? Tedd fel a kérdést, légy szíves, és utána segítsen. Jó, de akkor én inkább magyarul felteszem a kérdést. Mit csinált ezzel a magyar labdarúgó válogatottal? Also, liebe Fans, erstmal ein richtig großes Kompliment an euch, dass ihr uns hier so toll empfangen habt. Vielen Dank, dass ihr so zahlreich empfangen wollt. Először is nagyon szépen köszönöm a segítséget mindenkinek, ezt a támogatást, ahogy itt megjelentetek, itt most ezen a Hősök terén is, illetve az egész EB folyamán is a támogatást a stadionokban. Auch schon in der Qualifikation habt ihr dafür gesorgt, dass wir eine super Stimmung hier im Stadion haben und dass wir erreicht haben, dass wir nach Frankreich fahren durften. Csak ugyanez vonatkozik minden selejtező mérkőzésre, ahol olyan hangulatot tudtatok teremteni nekünk a pályákon, hogy kvalifikálni tudtuk magunkat Franciaországba. Mit diesem Turnier wollten wir euch was zurückgeben, wir wollten für euch spielen, wir wollten für euch erfolgreich sein. Ezzel a teljesítménnyel, amit elértünk itt Franciaországba, ebben szeretnénk benneteket megajándékozni. Gibt dieser Mannschaft eine Zukunft, sie hat es verdient. Ez a csapat mögöttem, a jövő csapata megérdemelték ezt a teljesítményt, amit elértek. Akkor jöjjön a jövő. Mit szóltak hozzá a nemzetközi kollégák, mit szóltak a német ismerősök a csapat és az ő fantasztikus teljesítményéhez? Erstmal, was hier abgegangen ist, das wurde mir immer mitgeteilt von meinen Spielern und auch von meinen Trainern, das ist ja unglaublich gewesen. Ami megtörtént, azt már megosztottam ma reggel ugye a stábommal és a játékosokkal egyaránt, ez elképesztő volt. Deswegen waren wir gefordert, in jedem Spiel immer weiter 100% zu geben und noch bessere Leistung zu bringen. Ezért voltunk ugye minden egyes mérkőzésen mindig jobbak és még jobb teljesítményre voltunk képesek. Aber ich glaube, das hat sich die Mannschaft auch verdient, dass so viele zahlreiche Zuschauer sie jetzt hier begrüßt haben. Azt gondolom, hogy a csapat ezt megérdemelte, azzal, hogy ilyen sokan eljöttetek és köszöntetek bennünket. Und wir haben ja noch was vor uns, eine WM-Qualifikation, das steht jetzt schon wieder an im September. Wir hoffen auf eure Unterstützung auch weiter. De most egy újabb feladattal előttünk, a világbajnoki selejtezők, és remélem, hogy ezt a támogatást megkapjuk. Természetesen nem kérhetünk ilyet, de bízunk benne,
és azért nyugtasson meg minket, hogy ez nem egy egyszeri csoda volt, hanem innentől kezdve a csodák, mint ahogy az éjszaka, soha nem ér majd véget, ugye? Wir versuchen alles, dass dieser Traum weitergeht. Kapitän, komm mal zu mir. Balac, komm mal zu mir. Mit ihm zusammen, mit uns, mit seiner Unterstützung werden wir das nächste Ziel versuchen zu erreichen. Ich mache keine Versprechung, das habe ich noch nie gemacht, aber wir werden hart dafür arbeiten. Für Russland. Megígérni nem tudok semmit, de nagyon keményen fogunk ezért dolgozni. Itt a Balázs mellettem, az egész csapat és a stáb mögöttünk, ezért mindent meg fogunk tenni. Nagyon szépen köszönöm Berstornak is. Zsuzsi, szeretnél valamit mondani? Nagyszerű! Én még kettő dolgot szeretnék. Sajnos tragédia is sújtotta a csapatot, és szeretnénk megemlékezni, akik ugyanúgy részesei ennek, de már nem élhetnek itt köztünk. Ugyanolyan siker volt az Eisenmann László, valamint a Fülöp Marci. És tudjuk azt is, hogy mindig nem süthet a nap, viszont higgyétek el nekünk, nem azért mondjuk, mert közünk van hozzá, viszont ők is szeretnék, hogy mindig jobb legyen a futballunk, és arra törekednek, hogy a lehető legtöbben bejussatok a stadionba szép körülmények között, mint hogy az nekünk is megadatott, és ez is az egyik titka annak, hogy a csapatunk ilyen jól szerepel. És engedjétek meg, hogy a színpadra hívjam, mert nélkülük sem sikerülhetett volna, se az MLS és se a Vági Márton főtitkár nélkül. És akkor még utoljára, de nem utolsó sorban, Király Gabit kérném egy picit előrébb. Nagyon elmújtál ott hátul. Lehet, hogy már úton voltatok, és ezért nem tudod, de az utóbbi mérkőzéseken a statisztika azt mutatta, hogy te voltál az Európa-bajnokság eddigi legjobb kapusa. Ezt hozta ki a statisztika, ezt mi tudtuk eddig is, természetesen. Azt viszont tudom, hogy értesültél róla, hogy a Mackó nadrágod nagyon komoly kult termékké minősült. Talán még itt is van valaki, aki királyféle Mackóban van, ott lomogtatják középen. A kérdés az, ugye még nem döntöttél, vagy ha igen, akkor jól döntöttél. Sokáig látjuk még ezt a mackót, ugye a válogatott kapujában? Hát az igazság, hogy ugye csak most értünk haza, még próbálom élvezni ezt a hangulatot, amit nekünk teremtettetek. És utána szeretnék még egy pár napot elgondolkodni ezen, azért vannak elképzeléseim, de most egyelőre élvezni szeretném ezt a szituációt. Nagyon szépen köszönjük, mi reménykedünk benne, hogy még sokszor látunk téged szürke mackóban. Még egyszer kérnék egy nagy-nagy hajrá magyarokat a magyar labdarúgó válogatottnak! Ria! Ria! És ugye mulatást ígértünk, mulatáshoz viszont zenész is dukál. Van Magyarországon egy kiváló labdarúgó, aki kiváló zenész. Vagy az is lehet, hogy kiváló zenészként labdarúgó, nem tudom, szerintem ő a legjobb zenész labdarúgó, vagy ő a legjobb labdarúgó zenész. A csapat állandó szórakoztató egysége, Rakonca Ivi! Sziasztok, hát nagyon sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. A csapatot és a szurkolótábort. És... megy ez nélkülön is. És szeretném, hogy ezt a dalkost közösen elénekelnénk a csapatnak, a csapattal együtt. Annyi mindent kéne még elmondanom,
ha nem teszem, talán már nem is lesz rá alkalom, hogy elmeséljem, milyen jó, hogy itt vagyunk, s mint a régi jó barátok, egyet mondunk, s egyet gondolunk. Mint a villám téptem magányos fenyő, mint a vizét vesztett patak, mint az odébb rúgott kő, mint a fáradt vándor, ki némán enni kér, otthont, házat, hazát, nyugalmat már többé nem remél, s bár a lényeget még nem értheted, amíg nem éltél, nehéz éveken, hogy történjen bármi, amit élünk s meghalunk, mi egy vérből valók vagyunk. Mint a leszakított haldokló virág, mint az ötvíró vagy, akit nem hall a nagy világ, többé nem ered, ha nem vigyázol rám, olyanok leszünk mi is nélküled, s bár a lényeget még nem értheted, amíg nem éltél, nehéz éveken, hogy történjen bármi, amíg élünk s meghalunk, mi egy félből valók vagyunk. És akkor ti jöttök, hogy történjen bármi, ami élünk, meghalunk, mi egy félből valók vagyunk. Hogy történjen bármi, ami élünk, s meghalunk, mi egy félből valók vagyunk. És hogy elférjünk, arra megkérünk, ne csinálj fel fordulát. Újra itt van, újra itt van, újra itt van a nagy csapat. Csapjad össze, csapjad össze, csapjad össze a mancsodat. Újra hallom, újra hallom, újra hallom a hangokat. Légy a vendégünk, légy az ünnepeljük meg az új találkozást, és hogy elférjünk, arra megkérünk, ne csinálj fel fordulát. És természetesen nem maradhat ki az a dal, amit az öltözővel énekeltünk együtt, ami úgy szól, hogy mert a nézésén meg a járás, meg a csípőjének a ringását. Száz aranyért nem adnám, száz aranyért nem adnám. Jaj, mert a nézését, meg a járását, meg a csípőjének a ringását. Száz aranyért nem adnám, száz aranyért nem adnám. Mert a nézését, meg a járását, meg a csípőjének a ringását. Száz aranyért nem adnám, száz aranyért nem adnám. Mert a nézését, meg a járását, meg a csípőjének a ringását.
élet vége. Varázsolj nekünk valami szépen, repülhetünk a szerelem szárnyán. Indul az utazás, csak erre várnak az éjjel. Tapsot a válogatottnak! És jöjjön az eredeti dalszerző! Hol vannak a kezek, srácok? Soha nem érhet vége. Csapatnak. Isten áld meg a magyar jó kedvelőséggel, nyújt fejét élünk a
elég.